Az előző adásban. Itt a karácsony. Habár a szakácsok egy csapattá váltak. Jól áll nektek a fekete. A kóstolás után elkészítendő ételt párokban alkották meg. Gyerünk, hajrá! Dave és Susan kettőse diadalmaskodott. A szószban marakúja volt. Igen, az. Susan nem viselkedett elegánsan. Na, ne, hogy az. Dubulja. A vacsoránál... Ma ki kell tennetek magatokért? Van meleg helyzetbe került. A verejtéken a kajába csöpök! De Ariellel is akadtak gondok. Ezt hogy képzeled? Ki fogja ezt megenni? És Susannal is. Nem is forró a serpenyő! Gordonnak elege lett. Ez túl sok, nem bírom. Elképzelhetetlen dolgot tett. Nem érdekel. A vacsora kellős közepén kisétált. A főnök lelépett, mi is mind mehetünk haza. Kapjátok. Amikor Gordon visszatért, rendet vágott. Te és te, menjetek a francba! Kéne, kifelé! Vent, Susant és Arielt kidobta a konyhából. Nincs időm erre a szarra. Volt, akinek ez kifejezetten jól jött. Ennél jobb húst még senki nem főzött nekem. Na, mi a nevem? Daniel, Dave és Kevin jelölhetett két versenyzőt. Legyen Susan és Ariel. Akkor döntöttünk. Daniel azonban időközben meggondolta magát. Őszintén szólva, Susan és Van állhatna ott. Gordon végül úgy döntött, Van az, aki búcsút int a pokol konyhájának. Kérem a kabátot, nagyfiú. Öten maradtak csatában, hogy egyikük az Araxi étterem és bár konyha főnöke lehessen. Veszélyes vagyok, és győzni jöttem. Az érzelmek minden korábbinál magasabbra csaptak. Mindenki azt mondta, hogy képtelen leszek rá, de megmutattam. Gordon Ramsay, a pokol konyhája. A kalandok folytatódnak a pokol konyháján. Mi a franc volt ez, Tenil? Már nem ragaszkodsz annyira a véleményedhez. Tenil és én megegyeztünk abban, kit jelölünk. Tenil, szerinted két név? Szerintem Susan és Ariel. Akkor döntöttünk. Tenil odalent azonban már máshogy vélekedett. Miért gondoltad meg magad, hülyét csináltál belőlem? Nem gondoltam meg magam, nem figyeltél? Miért nem jelöltük Vent, ha úgy is rá gondoltál? Nem értettünk egyet. De megbeszéltük, hogy tartjuk magunkat a döntéshez. Egy percig sem bízom Tenilben, egy hazug ribanc. Nincs helye köztünk, és remélem hamarosan távozik. Az én rohadt véleményem más volt. Akkor közölhetted volna a rohadt véleményedet, amíg itt voltunk. Ne legyél naív. Én csak ültem ott és figyeltem, ahogy a többiek kezdenek szétesni. Mindenki a saját esélyeit rontja. Ez tetszik nekem. Figyelj, nem fogok magyarázkodni neked. Semmi között hozzá. Kapd be! Utálom ezt a helyet. Jól vagy, remegsz? Persze, hogy remegek. Ha nem kapom össze magam, az Istenre esküszöm. Ma harmadszor álltam ott. Ennél több esélyem biztosan nem lesz. Most már csak kifogástalan munkát végezhetek. Igen, ahogy én is. Eljött az idő. Öten vagyunk, fekete kötényben. Oda kell figyelni magamra, ha el akarok jutni a végéig. A feszült este után mind az öt versenyben maradt szakács úgy érzi, bőven van bizonyítani valója. Gordon pedig kész újabb próbatétel elé állítani őket. Jó reggelt! Jó reggelt! Most épp öt tehetséges, erős embert látok magam előtt, akik megérdemlik, hogy eljutottak idáig, így van?
Igen, főnök. Most nem csak azt várom el tőletek, hogy ízletes ételeket készítsetek, hanem a külsőre is oda kell figyelni. Az első egyéni feladatotok során a prezentációra kell összpontosítanotok. Igen, főnök. Oké. A feladat elbírálásában nem akárkik lesznek segítségemre. A Bon Appetit magazin szerkesztőbizottsága. Köztük a híres főszerkesztő asszony, Barbara Fairchild. Hűha! Igazi nagy ágyuk jöttek el hozzánk, hogy zsűrizzék az ételeinket. Azt hiszitek, szigorú vagyok? Olella, itt jönnek ők. Jó reggel! Jó reggelt! 5,8 millió olvasó havonta. Nagyon reméltem, hogy nyerek. A Bon Appetit magazin óriási. Én is olvasom, ahogy mindenki a szakmában. Nos, a feladat a következő. Mindenki egy új ételt készít. A zsűri tagjai kizárólag a látvány alapján fognak ítélni. A legjobb két fogást aztán Barbarával ketten fogjuk megkóstolni, és ezután hirdetünk győztest. Világos? Igen, főnök. A legjobb ízű étel lesz a győztes, és ezt a versenyt nyilván senki nem akarja elveszíteni. Készen álltok? Igen, főnök. 45 perc, ami már is elkezdődött. A versenyben lévő 5 szakácsnak látványra is kiemelkedő kompozíciókat kell alkotnia. A fogásokat a világ legismertebb gasztronómiai magazinjának szerkesztői pontozzák. Megyek mögötted! Egyre nagyobb a nyomás. 45 perc alatt kell kitalálnunk valamit. Jövök! Arra gondoltam, a lehető legegyszerűbb megoldást választom. Kevin karibi stílusú sügért készít narancssal és papajával. Susan, ügyelj a szépségre! Igen, főnök! Susan egy tintahalas salátát állít össze. A Bon Appetit szerkesztői nyilván megszoktak egy minőséget. Nem hiszem, hogy egy egyszerű saláta lázba hozná őket. Kevesebb, mint 10 perc van. Igen, főnök. 5 percre állítottam a sütőóráját. Dave bárány süt krumpli krokettel. Gyerünk, Ariel! Igen, főnök. Ariel egy prosuttóba göngyült, John Dory halon dolgozik. Muszáj volt valami sikert elérnem, mert tegnap este után rémesen éreztem magam. Működik a grill. Igen. És végül Tennille egy ázsiai ihletésű csattogó halat készít. Az utolsó 5 perc kezdődik, gyerünk! Ketté tört a hal, és tudtam, hogy most végem van. Tennille, utolsó perc! Hallottam, főnök. Már nem volt idő semmire. Csak annyit tehettem, hogy mindent a tetejére öntöttem. Hát, ha eltakarja. Kezdjétek a tálalást, gyerünk! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, vigyázat! 1. És vége! Kérem a bírákat, vizsgálják meg az ételeket. A Bon Appetit magazin szerkesztői a megjelenésük alapján pontozzák az ételeket. Jó napot! Grillezett tinta hal, a francia és olasz konyha találkozása. Jól néz ki! Köszönöm! Az első két helyen végző fogást Gordon és a folyóirat főszerkesztője kóstolja meg. Ez karibi sügér. Nagyon könnyed és élénk. Amelyik jobban ízlik nekik, az lesz a győztes. Ázsiai stílusú csattogó hal pirított gombával. Nagyon jó, köszönöm. Zsájával és prosuttóval göngyölt John Dory. Jól mutatna egy fotó. Köszönöm. Mi is ez az étel? Ez egy serpenyőben sütött sárga... Nem beszélek jól nagy tömeg előtt. És a szósz? A szósz voltak éppen egy ragú. Egyszerűen nem jutott az eszembe. Van még kérdése? Az étel neve kolorádói báránysült, szivárványos. Az ételem neve... Azt hiszem, hogy... Bocsánat. Remek, kiváló. Hölgyeim és uraim, akinek megvannak a pontjai, kérem, adja nekem. Gordon most összegzi az eredményeket, melyek az ételek kinézete alapján születtek. Ez a legfontosabb pillanat, mivel Barbarával csak két fogást kóstolunk meg, és a legjobb lesz a győztes. Mondom a végeredményt. Az ötödik helyezett. Tennille. Tennille étele egyszerűen förtelmes volt. Mit képzelt? Elég az, ha valami szemetet a tányérra szór. A negyedik... Susan.
Negyedik hely? Az a saláta kész műalkotás volt, de mindegy. Most már csak hárman maradtatok, Kevin, Ariel és Dave. Aki a legtöbb pontot kapta... Az Kevin. Az első hely, mi más lenne? Hisz én vagyok itt a legjobb. A második és a harmadik helyezett között egy hajszál döntött. Dave és Ariel került erre a két helyre. És az, aki csatlakozhat Kevinhez, nem más, mint... Ariel, gratulálok. Köszönöm. Kevin és Ariel. Hozzátok ide a tányérotokat, kérlek. Most megkóstoljuk őket. Ariel és én, a két legjobb. Nagyon izgultam, hisz most az íz dönt el mindent. Először Ariel. Zsájába és prosciuttóba göngyölt, John Dory, serpenyőben pirítva. Ami leginkább tetszik benne, hogy nem nyomja el a hal ízét. Csodás! Az áfonya kétélű fegyver, veszélyes. Igen. De itt bevált. Köszfőnök. Kevin. A halat serpenyőben és sütőben sütöttem, karibi módra. Nagyon tetszik. Tényleg a tengerpartra tudom képzelni magamat. Köszönöm. Sosem éreztem még, hogy ilyen sokféle gyümölcs ennyire jól harmonizáljon egy hallal. Most pedig Barbarával eldöntjük, melyik tech nyeri a mai versenyt. A döntősök fogásai lenyűgöző látványt nyújtanak. Gordon Ramsay és Barbara Fairchild, a Bon Appetit magazin főszerkesztője az íz alapján dönt. Nos, Barbarával meghoztuk a döntést, ami nagyon-nagyon szoros eredményt hozott. Gratulálunk! Mindkettőtöknek! Képtelenek voltunk vesztest találni, így mindketten győztetek. Szép volt. Köszfőnök! Nagyon jól érzem magam. El sem tudom mondani, mennyire kellett most nekem ez a győzelem. Mindketten merészen választottatok, és nem lehetett egyik ételt a másik elé helyezni. Gratulálok! Gordon döntetlent hirdetett. Mindketten nyertünk. Erre nem számítottam. A jutalmatok? Barbarával is velem tartotok egy exkluzív Bon Appetit fotózásra a tengerparton, a Shuttersben. Szuper! Santa Monica-n. És mindkettőtök ételének képen omega receptek meg fognak jelenni a következő számban. Köszfőnök! Köszönjük! Köszönjük! Nagyon örültem. Viszlát a Shuttersben! Ez a létező legcsodálatosabb jutalom. A családom elképesztően örülni fog, és büszke lesz rám, hogy eljutottam idáig. Még egyszer, kiváló! Mivel eddig is arról volt szó, milyen fontos a tálalás, a külcsín, ma a város teszitek egy kicsit szebbé. A pokol konyhája örökbefogadott egy utcát, ahol közmunkát fogtok végezni. Felszeditek a szemetet, takarítotok. Rosszul vagyok a gondolattól, hogy az egész napot Tenil társaságában kell töltenem. Ha meghalom panaszkodni, felmegy az agyvizem. Nos, indulhattok is fel, az új ruháitok már várnak rátok. Öltözzetek át. És indulás. Ők kapták a legjobb jutalmat a műsor egész történetében. Viszlát a Shuttersben. Köszfőnök. Gratulálok. Mi meg mocskot fogunk lapátolni az út szélén. Hihetetlen. Ariel és Kevin magára kapja a legszebb ruháját, ám a többieket egészen másféle szerelés várja. Ez most komoly? Bűnt követtünk el azzal, hogy nem nyertük meg a versenyt? Nem bűnöző vagyok, hanem szakács. Úgy nézek ki, mint akit egyenesen a megyei fogdából hoztak. A Shutters csodálatos hely, egy gyönyörű szálloda a tengerparton. Tökéletes volt az idő, csillogott a tenger. Jobb nem is lehetett volna. Jól néztek ki, ahogy egy fotózáson kell. Mikor szerepeltetek utoljára Bon Appetitben? Soha. Csodás! Vigyetek mindent, amit kell. Amikor leszálltunk a buszról, Scott szerszámokat és üres zsákokat osztogatott. Töltsétek meg őket! A meredek töltésről szedegetni a szemetet kész rémálom volt. Az autópálya oldala tele volt szórva szeméttel, forrón sütött a nap. Jobb foglalatosságot is el tudtam volna képzelni.
Ez nem kóser. Folyton azt hajtogatja, hogy nem kóser. Ez nem kóser. Ez nem kóser. Majdnem ráordítottam, hogy fogja már be. Mint egy rab. A mai büntetés rémséges volt. Sosem fogok a bűn útjára lépni. Mindenütt csak szemét. Megtanultam a leckét. Ez annyira nem nekünk való. Semmiképp. Menjenek a francba! Sziasztok! Barbara Fairchildot már ismeritek. Ó, milyen csinos vagy. Fantasztikus! Tölthetek még egy keveset? Mindenütt kamerák voltak, meg fényképezőgépek pittyektek. Kicsit magasabbra a poharat. Úgy éreztem magamat, mint valami filmsztár, vagy hasonló. Kitűnő! Ma egy kicsit belekóstolhattunk, milyen a győzelem. Hát nem szuper? De! Az egyik legjobb jutalom. Fantasztikus nap volt. Amikor visszaértünk az étterembe, ott is várt egy csomó munka. Söprés, szőnyegtisztítás, hasonló. Ez nevetséges. Ó, nekünk tettétek ki? Igyekeztem gőzzel feltisztítani a szőnyeget, de Ariel és Kevin végig caplatotta még vizes anyagon. Épp most takarítottam le. Hé! Elkezdtem takarítani, de a csuklóm azonnal megtagadt. Olyan érzés volt, mintha szétfeszíteni belülről a gipszet. Nem tudtam, mit tehetnék vele. Oké, srácok, szép munka volt. Lehet, hogy a büntetés véget ért, de valaki nem szabadulhat a hatása alól. Mi a helyzet? Fel kellett csöpörnöm az étterem előtti részt, és valami meghúzódhatott a kezemben. Nézd, neked kell felmérned, hogy ez az egész megéri-e. Lehet, hogy egy életre szóló sérülést szedsz össze. Négy ember áll az utamban, erről szól ez a játék. Dave komoly fenyegetést jelent. Szeretném, ha már nem lenne versenyben. Csak meg kell tudnom, hogy mi lett vele. Gondolj arra, hogy ha összeszedsz valami komoly sérülést, akkor neked annyi. Figyelnem kell a hátamat, nehogy tördöfjenek belé. Mindenki a gyengeségemre, a törött csuklómra utazik. És azt hiszik, ezzel maguk mögé utasíthatnak, akkor hatalmasat tévednek. Vészesen nézel ki. Dave, Susan és Tenille még nem heverte ki a kemény büntetés fáradalmait, de mivel csupán öten maradtak, minden kézre szükség van az előkészületek során. Tiéd a köre, tiéd a hús, a hal és a tészta. Egyet kivéve. Ti inkább csináljátok azt, ami nekem nem megy, így az egész csapat jobban jár. Dave szenvedett, és nem jó látni, hogy van, akire nem tudunk teljes értékű csapattagként számítani. Valakinek kézbe kellett venni a dolgokat. Eljött az én időm. Ki figyeli a csirkét? Most teszem bele a tejszínt. Oké, a krumpli? Még két perc. Az előbb nem ötöt mondtál? Kevin atyáskodott felettünk. Megmondta, mit tegyünk, hogy tegyük. Szakadj már le rólunk. Ó, azt hiszem, hogy ezeket külön-külön kellene elkészíteni. Szép napot! Jó napot, főnök! Gyertek ide, kérlek! Nos, a versenynek ezen a szakaszán már minden egy valamin múlik. Az elszántságon. Teljesítő képességetek csúcsára értek. Ma este szeretném végigvinni a vacsorát, és elvárom, hogy mindenki a tudása legjavát nyújtsa, bármelyik pultnál dolgozik is, és minden tökéletes legyen. Menni fog? Igen, főnök! Menni fog? Menni fog, főnök! Menni fog? Menni fog! Akkor gyerünk, oké? Okay? Nagy este a mai! Rajta, Susan, most mutasd meg, oké? Okay? Mindent bele! A főnök nagyon beindult. Csak előre! Készen állunk, csináljuk! Oké, okay, nyissuk ki a pokol konyháját, rajta! Gordon Ramsay klasszikus ételei mellett a pirítotton halat kérem. A mai étlapon a két győztes fogás, vagyis Kevin karibi sügére és Ariel sonkába göngyölt John Doria is megtalálható. Én tengeri sügért kérek. Mi az a csukis meglepetés? Én azt választom. Jean-Philippe, gyerünk, siessünk! Igen. A dinamikus ötös, igaz? Igen, főnök! Az öt legjobb szakács, ma este bizonyítsatok! Igen, főnök! Na lássuk, 42-es asztal, két kagyló, egy saláta, egy tortellini! Igen, főnök! Megérkezett az első rendelés, Dave a hideg előételeknél. Ennek a felesett réfa.
Tenil a melegelő ételnél. Megy a tortellini. Susan pedig a halaknál. Gyerünk. Igyekszik jó kezdő lendületet adni. Ne okozzatok csalódást! Van valami új a hideg előételeknél? Egy saláta? Nincs. Ez mekkora hülye? Nem érdekel, hogy szeretitek-e egymást, de itt a konyhában figyeljetek oda a másikra, és csapatként dolgozzatok. Igen, főnök. Ki nem állhatom tenét, de soha nem okoznék konfliktust a konyhában, soha. Hol a kagyló? Két adagot csinálsz? Nem, szóljatok, hogy mikor mehet. A francba. Kommunikáljatok egymással. 3 perc a 2 kagyló. Tenil dolga, hogy szóljon, mikor tegyem fel. Ha nem szól semmit, akkor ő cseszte el. Én figyeltem. Mi kellene? Dave, vedd át egy kicsit. Rendben. A fésű kagyló. Ne csináljátok ezt velem. 2 nyomorult kagylót kérek. Oké, jó lesz. 2 kagyló, 1 saláta, 1 tortellini. Gyerünk! Saláta az átadón. Mögötted. A kommunikációs zavarok ellenére... Vihetitek. A csapatnak sikerül kiküldenie az első előételeket. De mivel sok vendég érkezett egy időben... Sügér! A brokkolinit kérem. Folyamatosan érkeznek az újabb rendelések. Figyelem! 3-as asztal, 2 kagyló, 1 risotto. Igen, főnök! 2 risotto, 1 kagyló, 1 tortellini. Kezdjétek a risottóval, gyerünk! Egy egész éttermet kell még kiszolgálni. Igen, főnök! Mehet a 2 kagyló? Nem. Csinálom a risottót. 1 percnél szólok. Rendben. Gyerünk, Tenil, mozogja, hogy én! Kezdhetek sütni a kagylót. Kagyló, hallottam. Teljes gőzzel menetelek. Senki nem állíthat meg. Ez jó? Hé! Hey. Tiszta pép lett. Kóstold meg! Jó, ez így. Szerintem nagyon jó. Ez valami vicc? Tenil tudja, milyen a jó risotto. Hogy nem veszi akkor észre, ha valami teljesen szétfőtt? Gyerünk, Tenil, a risottót! Viszem, főnök. Tenil! Igen, főnök. A risotto túlfőtt? Tele van szétesett rizstemekkel. Újat! Igen, főnök. Annyira tudtam. Tökéleteset akarok, nem ilyen szart. Gyerünk már! Értem, főnök, készül az új. Nem fogok vitatkozni. De még csúnyán sem nézek, nehogy azt higgye, hogy nekem áll feljebb. Gyorsan a risottót! Igen, főnök. Tenil, kezdünk lemaradni. 1 perc és kész vagyok. Tenil risottója csalódást okozott Gordonnak. Beleőszülök a várakozásba. Most Susan próbálkozik. Kagylók! Kagylók mögötted. Mozgás. Igen, főnök. A sírba visztek engem. Susan! Igen, főnök. Az egyik oldala szépen megkirult, a másik fekete szénné égett. Kérek gyorsan egy másikat. Húzd bele! Igen, főnök, sietek. Ha képes vagy ilyesmire. Ne magyarázkodj, csak csináld. Oké. Még mindig várom a risottót. Nyomás, Tenil! Miközben Tenil és Susan is bénázik a saját pultjánál. 2 perc és jövök. Gordon Dave-re számíthat. 2 tonhal kész? Igen, főnök. Ő időben elkészül mindennel. Itt a tonhal, főnök, viszem. Kösz, Dave! Vihetitek. Gordonnak nincs más választása. A részlegesen elkészült rendeléseket is kiküldi az asztalokhoz. Mit is rendeltem? Azt hiszem, kagylót. Csak abban reménykedhet, hogy Susan és Tenil behozzák a lemaradásukat. Itt az új adag. Ez is olyan pépes. Mi történt? Talán túlfőzte. Tenil! Megint szétfő! Igen, főnök. Nem tudom, mit csinálsz, de figyelj jobban! A rohadt életbe. Én vagyok a risotto guru. Mi van már? Ki főzte ma a rizst? Én főztem, főnök. Gyertek csak ide, mindenki! Az egész olyan, mint egy pép. Nézzetek csak ide! És ebből kellene normális risottót csinálni. Ki van zárva? Az lehetetlen. Kevin nagy hibát követett el, de Tenilnek kellett volna észrevennie. Nagyon ciki ez Kevinnek, de ugyanúgy Tenilnek is. Túlfőztem, főnök. Ha túlfőtt, akkor nem használjuk, Kevin! Elcsesztem. Ennél világosabban nem tudom mondani. Én csesztem el. Csinálok új rizst. Kérlek. Itt van még. Tenil, látni akarom az egész rizszemeket a risottóban. Értettem, főnök. Álmotokban is meg kell csinálni. Nézzétek, ez teljesen jó. Ha van jó rizs is, miért azt a szart használjuk? Hogy lehetne tökéletes risottót csinálni abból? Vettem, főnök. Kevintől meg azt kérdezném, hogy került az a rizs hozzád? Én főztem túl, főnök.
Azt nagyon jól tudom. Van itt egy tetves szabály. Ha bármit elrontunk, az megy a kukába. Kevinnek és nekem is jobban kellett volna figyelni. Tiszta hülyét csináltunk magunkból. 1, 2, 3, 4, 5 embert látok itt. Eddig mindenki képes volt tökéletes risottót csinálni, és most arra elfelejtettétek? Gyerünk már! Rendben, rendben. Kevin, mindennek az alapja a megfelelő színvonal. Ha valami nem üti meg a mércét, azt nem használjuk fel a konyhában. A főnök nagyon rászállt Kevinre a rizs miatt. Az egyik legjobban képzett szakács a csapatban. Újra és újra és újra. Elszúrtam a risottót, főnök. Pofa be! Nem ezt vártam tőled! Most itt állunk megfürödve! Igen, főnök, értettem. Elcsesztem, oké. Mi mást mondhatnék még? Két risottót, de gyorsan! Két risottó vettem! Siess már vele! Itt a risottó. Aha. Ó, te jó ég. Kevin! Igen, főnök! Gyere csak ide! Tenil, te is gyere! Ajaj, mi van már megint? Ebben minden egyes rohadt rizsszemet látni lehet! Tökéletes! Igen, főnök! Hú, többet biztos nem cseszem el a risottót. A risottó végre megfelel Gordon elvárásainak. Hozom a kagylót! Vihetitek! Az előételek egymás után készülnek. Vigyétek! Köszönöm, ez finom. A vendégek elégedettek. A versenyzők pedig áttérhetnek a főételekre. 4 csirke, 1 lapos hal, gyerünk! 4 csirke elkészült. A legutóbbi vacsora nem sikerült túl fényesen. Sőt, katasztrofális volt. Még egyszer nem fordulhat elő. Mozgás, Ariel! Vigyázz mögötted, hozom a köretet. Ez vörös. Rózsaszín. Igen, nem sült át. Állj, mindenki! Mindenki! Dave! Igen, főnök. Először jön a túlfőtt rizs. Most meg nyers, szinte véres csirkehúst kapok. Egy pillanat, állj már le! Csak megnéztem. Nézd, ez át van sütve, de ez a másik rózsaszín belül. Nyers! Nem szolgálunk fel rózsaszín csirkét. Bocs, főnök, még egy perc hiányzott. Hű, de kínos. Nem akarok többször csalódást okozni. Már így is annyira utálom magam. Ariel! Igen, főnök, 1 perc. 1 perc? Ariel, a francba is? Ez csak csirke és bárány. Semmi más nem kell csinálnod. A legkönnyebb pult a konyhán. Kevin, friss köretet! Hallottam. És persze nekem kell bajlódni az új körettel. Viszem a csirkét. Azt hittem, Ariel sokkal jobb ennél. Itt van, főnök. Hadd lássam. Na, ezzel már minden rendben. Nem fordul elő többet. Vihetitek. Ariel csirkéje átment a vizsgálaton, így már főétel is kerülhet az asztalokra. Ez pompás lett. Finom. Az első adagok jól sikerültek. A konyhában eközben... Zoli, sügér lapos hal! Kevin a köreteknél, Susan pedig a halaspultnál... Igen, először a sügér. ...igyekszik megtartani a lendületet. Ez az asztal rendben lesz, mert nem kell a húsra várni. Mögötted... A rohadt életbe. Susan! Ez mi a szar? Mit hoztál ide? Gyere csak! Most te kezded? Fogd csak meg, ne szaladj el! Nézd meg közelebbről, ez a tetves hal nyersebb, mint egy sushi! Nyers! Pocsék! Először Ariel készített nyers csirkét. Most meg Susan küldene neki sushit. A csajok nem tudnak főzni. Gyerünk, Susan, kapd össze magad! Bocs! Ne sajnálkozz, csak csináld! Aki bekerül a legjobb ötbe, annak tudnia kell, mikor sült meg egy nyomorult hal. Vedd a kezedbe a kanalat és locsold meg, ha arra van szükség. Aztán forgasd meg és locsold tovább. Megértetted? Mindig legyen rajta olaj. Nem nagyon tetszik, amit csinálok. Ennél sokkal jobb vagyok. Nyers ételt soha nem szabad kiküldeni a konyháról. Tönkre megyek ebben! Képtelenek vagytok egyenletes teljesítményt nyújtani! Még 4 perc. De jó ég. Ez nem lehet. Lehetetlen. Ilyen nem létezik. Fizikailag lehetetlen. Normális az ilyen? Sajnálom, főnök, nagyon sajnálom.
Miközben Susan a konyhában kér sűrűn elnézést. Egy kis probléma akadt a hallal, őszintén sajnálom. Jean-Philippe ugyanezt teszi idekint. Azt javaslom, fogjanak hozzá, mert ki fog hűlni. Másfél óra telt el a nyitás óta. John Derry kész! Halleluja! Susan halai végre eljuthatnak a vendégekhez. Jó étvágyat! Köszönöm! De még mindig csak minden második asztalhoz jut. Bemegyek és megfőzem magamnak. Éhes vagyok! Kell segítség, Daniel? Egy pár paradicsom a berettához. Eddig minden rémesen alakult. Ideje lenne összekapni magunkat. Hé, emberek, ébresztő! Igen, főnök! Felváltva bénáztok el mindent! Daniel, most eljössz? Vagy te, Kevin, esetleg Susan? Figyeljetek, szedjétek össze magatokat, vagy mindenki mehet fel aludni! Igen, főnök! Két bárány, egy csirke, egy sügér! Köret a két báránynak! Egy pillanat, Kevin! Gyerünk, siess! Mennyi, Ariel? 3,5 perc, főnök! 1 perc és vége a köretnek! Gyerünk, ne akaszd meg a lendületet! 2 már az ablaknál van. Az utolsó 5 rendelésből eddig 1 asztal lett kész. Semmi nem áll össze. Hol a bárány? Nyomás, nyomás, srácok! Megy a bárány, főnök! De jó ég! Ariel! Igen, főnök? Mit csináltál ezzel? Semmit, főnök. Ariel, egy szétszincált bárány szeletet akart kiküldeni. Ez nevetséges, még ránézni is szörnyű volt. Fogd meg! És gyere ide, gyere egy kicsit! Gyere! Mielőtt végleg kizavarlak, válaszolj egy kérdésre. Igen, főnök. Az Araxiban is kiküldenéd ezt? Bocsánat, azt hittem... Kiküldenéd a vendégnek, hogyha ott állnál az Araxi étterem átadójánál konyha főnökként? Nem, főnök. Egy lószart! Annyira megszégyenítő volt ott állni a vendégek előtt, és hallgatni, hogy nem vagyok elég jó. Persze, hogy nem. Gyerünk, szedjük össze! Hé, Kevin! Nem tudod véletlenül, miért vagyok kicsit ideges? Mert minden ott van előtted a helyet, hogy rég kiküldtük volna! Basszus, 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 basszus! Minden egyes asztalnál van valami, amit elszúrtok! Ariel, gyerünk! Most éppen a tetves bárányt nem tudta megcsinálni. Azon vagyok, főnök! A fenébe! Oké, gyertek ide, mindenki jöjjön ide! A főnök egész este ordibált. Épp eléggé be voltam tojva enélkül is. Halálkomolyan beszélek. Nem fogom égetni magamat azzal, hogy ide kiküldök egy bárányt, oda egy lapos halat, az asztalnál ülők meg várnak. Most szedjétek össze magatokat, vagy vége! Igen, főnök! A mai este egy rémálom volt, de akkor sem zárhatunk be. Még mindig várom a bárányt, mennyi idő? 2 perc, főnök! A sügér? Itt van, főnök! Vigyázz mögötted! Mennyi a bárány? 30 másodperc! Ariel, nyomjad! Te jó ég! Gyerünk, gyerünk! Az utolsó rohadt asztalnál is leragadunk. Megvan a bárány? Most viszem! Mozgás! Köret megvan? Itt hozom, főnök! Te jóságos ég! A büdös életbe vigyétek! A versenyzők végre teljesítették az összes rendelést. Micsoda elcseszett teste! Ám Gordon Ramsay minden csak nem elégedett. Hogyan is kezdjem? Ma este sikerült befejezni a vacsorát. Nagy kaland! Ez volt életem egyik leggyalázatosabb estéje. Hetekkel ezelőtt vártam ilyet. Komolyan beszélek. És megint annyira jól kezdődött minden. Ez az, ami a legjobban kikészít. Mintha egy óriási szuflé hirtelen összerogyna. Nem elég jó. Egyiktek sem volt jó csapatjátékos. Menjetek fel és jelöljetek ki 2 embert magatok közül, világos? Igen, főnök. Na, menjetek. Árohat tévedben. Ma nem volt a legjobb a legrosszabbak között. Ez nagy szívás. Én úgy látom, bármelyikünk mehet. Legyünk túl rajta gyorsan. Mindenki mondjon 2 nevet, és abból kiderül. Ariel. És még? Hát, nyilvánvalóan Tenil.
Márpedig miért? Azt láttam, hogy egész este ordított veled. Na és? Mindenkivel ordítozott, vele is, meg vele is például. 71 köret volt, te meg 3 hallal nem bírtál. Susan, persze megpróbál engem kilögdösni. Figyelj, kislány, nálad egész biztosan jobb voltam. Én csapatjátékos vagyok. Beszéltem veled, veled és veled is. Én így látom. Szerintem ma uraltam a pályát. Nem hiszem, hogy nekem kellene ma hazamennem. Az életemet tettem fel erre a versenyre. Nem fogom feladni. Amit csináltam, az nagyon rendben volt. Sőt, gyönyörű. Nem már, Susan. Nem tudom, honnan vette, hogy bármi is gyönyörű volt. Mi olyan gyönyörű egy rakás nyers halban? Susannek kell mennie, mert rémesen ingatag. Ariel, te mit gondolsz? Szerintem Kevin és Tenil. A te helyedben biztos nem kérkednék a risottóval. Engem lecsesztek a risottóért, de Ariel mindent elszúrt. Azt mondod, hogy jobb voltál, mint én? Nem ezt mondtam, de ha a két név kell magamon kívül, a tiétek az. Magadat nem mondanád? Miért tenném? Nem őrültem meg. Senki nem akar kiállni. Persze, hogy nem. Akkor mit tegyünk? Nem tudom. Nos, megszületett a döntés? Igen, főnök. Jó, Kevin. Igen, főnök. Első jelölt indoklással. Az első jelöltünk... Ariel. Mivel ma nem találta a helyét. Nyers csirkét és elfogadhatatlan bárányt készített. Oké, ki a második? A második jelölt... Susan. A nyers hal a túlsült kagyló miatt, és azért, mert azt hiszi, hogy ma jól teljesített. Oké, akkor Ariel és Susan, lépjetek előre, kérlek. Nos, Susan, negyedszer állsz itt. Miért kellene mégis maradnod? Ma este elsősorban a megbízható munkára, az ételek minőségére összpontosítottam, és a tökéletességre törekedtem. A célkitűzései nagyon szépek és hasznosak voltak, kár, hogy semmit nem valósítottál meg belőlük. Azt hiszem, jobb szakács vagyok, mint Ariel. Ariel. Igen, főnök. Egyre rosszabb és rosszabb leszel. Miért kéne itt maradnod? Igen, követtem el hibákat, de úgy érzem, én vagyok a jobb. Nagyon akarom a győzelmet, és remélem, kapok még egy esélyt, hogy bizonyítsak. Oké. Ha őszinte akarok lenni, azt kell mondjam, hogy mindkettőtöknek mennie kell. A döntésem... Susan, vedd le a kabátodat. Annyi esélyt kaptál. Igen. De nem éltél velük. A legutóbbi 3-4 vacsorán nem teljesítettél jól, és csak egyre keményebb lesz. Köszönöm. Köszönöm. Jó ét. Jó ét. Az itt töltött idő alatt szinte megvilágosodtam. Nagyon sokat megtudtam a saját képességeimről. Szép színe van a kagylónak. Igen, főnök. És a gyengeségeimről is. Főnök, elszúrtam a rendelést. Vidd vissza a tálcát, miattad ment tönkre az egész? Nem sok emberrel kerültem szoros kapcsolatba. Komolyan én támadok hátba mindenkit? Figyelj már, ez az egész a csapatról szól a rohadt életbe. Rájöttem, hogy a legnagyobb hibám a távolságtartó viselkedésem volt. Most biztos mindenki örül, hogy elmentem. Lefogadom, hogy együtt vihorásznak, mint a kisiskolások. Vissza a sorba. Tenil. Igen, főnök. Ma elkerülted a golyót, de te is állhattál volna itt. Értem, főnök. Oké, most figyeljetek jól. A legjobb négy. Kevin. Dave, Ariel és Tenil. Komolyan mondom, kapjátok össze magatokat. Holnap, amikor beléptek a konyhába, megkezdődik a döntő. Senki ne számítson sétagalopra. Ki van zárva. Felfogtátok az üzenetet?
Igen, főnök. Készen állok, főnök. Jó ét. Jó ét, főnök. Akkor a golyót kerültem el, hogy az csak a Matrixban lenne lehetséges. De akkor is megérdemlem, hogy még mindig itt legyek. Én vagyok a nagy visszatérő. A nagy visszatérő. Örülök, hogy bent vagyok a legjobb négyben, de úgy szerettem volna bejutni, hogy villogok, és ez ma nem jött össze. Nem bénázhatok többet, különben repülök. A legjobb négy. Tennél egy hajszálon függ. Ariel csúszdán van. Dave, remélem, nem sokára mindkét kezet használni tudod, mert én a topon vagyok. Mindhárman retteghetnek tőlem. Ez a küzdelem a halálig tart. Tudom, hogy egyre csúnyám és brutálisabb lesz. Egymás torkának fogunk esni, és tényleg csak a legjobb nyerhet. Suzannek volt vörös kabátja, kék kabátja, aztán fekete kabátja, de most már semmilyen kabátja nincs. A következő epizódban... Ezután sokkal nehezebb lesz! A legjobb négy szakácsra még komolyabb kihívás vár. Meg akar őríteni. Mindenki érzi a feszültséget. Magunkra maradtunk. A csapat már nem létezik. Nagy csávában vagyok. Lehet, hogy Dave túlvállalta magát. Izzadsz, nem tiszta a tekinteted és levegő után kapkodsz. Vigyék el innen! Vajon Gordon ad még egy esélyt Dave-nek? Kérlek, ne tegyél ki, ne a rossz csuklón miatt. Majd jön két olyan meglepetés, mely mindenkit megráz. Van egy befejezetlen ügyünk. Mi a frász történik? Ahogy Gordon mondaná. Szedd össze magad! Mert a folytatást... Íme a pokol konyhája hullámvasút. Mindenképp látni kell.